Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és barátaim, az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület, mint arról korábban tájékoztatást adtam, feljelentés keretében szerette volna kivizsgáltatni azt a, hát legalábbis finoman szólva ilyen mutyi gyanús szisztémát, ami a pécsi járásbíróság, a pécsi törvényszék és egy bizonyos szakértő, Pásztor Attila között vélelmezhető volt számunkra. Természetesen nem állítjuk azt, hogy feltétlenül nekünk van igazunk, mert hát lehet, hogy nekik. Csak mi azért nem kevés tapasztalattal elég nehezen tudtuk megérteni, hogy mondjuk hogyan kaphat Pásztor Attila 300 ezer forintot arra, amire más szakértők 100 ezeret kapnak, hogyan lehet háromszoros, négyszeres, vagy legjobb esetben is kétszeres összegeket adni ugyanarra egy olyan helyzetben, amikor törvény írja elő, hogy mit, hogyan lehet elszámolni. Mit, mennyiért. Ugye mert tudjuk jól, hogy a szakértői tevékenység magánszakértőként a szabadáras. Ott a szakértő olyan díjat mond, amit akar. Aztán a ügyfél vagy elfogadja, vagy keres egy másikat. De ahol kirendelik a szakértőt, ott jogszabály. Ugye 3/1986-os jogszabály. Ugye ilyen rendelet pontosan kimondja, hogy mire, milyen összegeket lehet elszámolni. És ott apróbb különbségek lehetnek, én már korábban mondtam is önöknek, döntően ugye a irattanulmányozás mennyiségében lehet valamennyi eltérés. Értem szerint lehet ott sem, mit tudom, 4-5-szörös eltérések. De mondjuk az egyik 8 órát tanulmányozza, a másik csak 6-ot. Tehát ennyi lehet. Na de az, hogy kérem szépen az NSKK-nál mondjuk 140 ezer forint az, ami Pásztor Attilánál 600 ezer, ott már valami nem stimmel. Tehát ez nem lehet törvényes. Tehát valamelyik nem jó a kettő közül. Na most ehhez képest a bírók mindegyiket szó nélkül, úgy, ahogy van, forintra, ahogy elő van terjesztve, helybe hagyják. És nem tűnik fel a bírónak, hogy hát én tegnap kirendeltem a szakértőt 6 ember vizsgálatára, és jött a díjjegyzék, és 140 ezer volt rajta, most meg kirendeltem ugye ezt a másikat, most meg ugyanez 6 személy, és azért is 600 ezer. Tehát nem tűnik fel, hogy valami nem működik? No kérem szépen, a probléma abból adódott, hogy azután sem működött, hogy mi már jeleztük. Mert ugye, legyek őszinte, én magam elég jó kapcsolatban állok rengeteg bíróval. Ugye, 20-25 éve mozgok ebben a körben. És nekem itt Pesten, tehát Pécsen mondjuk nem, de itt Pesten nyíltan megmondták bírók, hogy László, megmondom magának őszintén, én sosem néztem meg azt a rendeletet. Amit a szakértőt beírt, azt én elfogadtam, hát megbíztam benne. Mondom, itt a puszira. Hát, hogy miért? Hát miért csalna? Ja, hát mondom, tényleg miért? Komolyan tetszik ezt gondolni? Hát én bízom az emberekben. Mondom, te Szent Isten bíróként. Na mindegy. De be kell látni, és ezt látjuk mindenhol, hogy ténylegesen ugyanezt csinálták. Általában, amikor ugye valamilyen szakértői díjmegállapítást ugye helybe kellett hagyni, akkor ténylegesen általában ez volt. Tehát vagy nagyon komoly változtatások lettek benne, tehát nagyságrendiek, vagy pedig forintra úgy, ahogy van, ott hagyták. Na most az utóbbi, amikor forintra ott hagyták, az ténylegesen ezt jelenti, hogy meg nem nézték. Tehát olyan, hogy elővette volna a bíró azt a bizonyos ilyen rendeletet. Megnézte volna, hogy na, erre ennyit, arra ennyit, nézzük, mi van itt. És ez összeveti a kettőt, de ilyen nem létezett. Sőt, elmondom önöknek, hogy ilyen most sem nagyon létezik. Az fordul elő, hogy amikor mi fellebezünk, akkor másodfokon egy-egy tisztességes tanács a fellebezés hatására előveszi, és végignézi, és azt mondja, hogy igazuk van. Nem ennyi, hanem annyi. De hogy magától valamelyik elővegye és megnézze, pláne első fokon, ilyen nincs. Ezt becsülettel megmerem mondani önöknek, ilyen szerintem egy sincs. Én még nem láttam ilyet. No kérem szépen, mondom, a probléma ott kezdődik, amikor már rávilágítunk, és ugye másodfokon meg el kéne olvasni a fellebezést. Tehát azért ott már nem lehet azt mondani, hogy én akkor se nézem meg, csak azért se. Már pedig Pécsen ez történik. Hát ez történik. Ott nem lehet, 20 forinttal nem lehet lefaragni a díjat, ő azt mondja, amit ott megállapított, az jó úgy. És nem számít, hogy máskor más van, ugyanarra 2-3-4-5-szörös eltérések, nem számít. Megmagyarázzuk. Jó az úgy, van ott egy olyan lehetőség, hogy. Na most mindjárt látni fogjuk, hogy mi az a lehetőség, az a hogy. Hát kérem szépen, ugye nyilvánvaló, ezt nem kell mondanom, hogy bírók vonatkozásában rögtön elutasították a fellebezést, vagy bocsánat, a panaszunkat, illetve a kivizsgálási kérelmet, semmi nem utal semmire. Tehát, hogyha a bíró így látja, hát ő úgy látja. Hát most miért kéne gyanakodni, hogy esetleg ne adj Isten tudja, hogy ez nem úgy van? Hogy miért kéne gyanakodni, hogy ne adj Isten
lehet, hogy nem is feltétlenül az illető két szép személyet látja ugye azt a díjjegyzéket jónak, hanem esetleg valamilyen módon profitál belőle. Mert ilyennel is találkoztunk már. Bizony. Egyébként nem Pécsen, itt Pesten. Ha nem mondjam. No, de kérem szépen nem, hát ilyen gyanú nincs. Tehát ilyen nem is. De önök tudják jól, tehát bíróval szemben ebben az országban nem lehet csinálni semmit. Tehát akármit csinál, az lesz, hogy szabad a bírói vonalon a gondolkodás, bármelyik bíró bármiről bármiként gondolkodhat. Ugye független, ahogy ugye az egyetemen mosolyogva szokták mondani, mitől független a bírónak, a jogszabályoktól úgy van. No, hát kérem szépen, a rövid lényege, hogy annak nincs esélye. Azonban Pásztor Attilával szemben a vizsgálat elrendelése legalábbis megtörtént. Tehát a nyomozást elrendelték, nem elutasítás történt, hanem elrendelték a nyomozást, ami már először valami pozitív jelnek tűnt. Na most azt hozzáteszem, hogy Pásztor Attilával szemben ez egy kicsit pontatlan megfogalmazás, mert ugye a nyomozás elrendelése az ugye jogdogmatikai szempontból először általában ismeretlen elkövetővel szemben történik. Most ezt sokan nem értik, hogy miért ismeretlen, amikor én konkrét szemét jelentek fel. Azért, mert a jogdogmatika így szól. Tehát onnantól számít konkrét személlyel szembeni eljárásnak egy eljárás, hogy az illetővel szemben gyanúsítást közölnek. Addig formailag ismeretlen elkövetővel szemben folyt, tehát azért maradjunk abban, hogy itt is formailag nem Pásztor Attilával, hanem ismeretlen elkövetővel szemben folyt az eljárás. Na most kérem szépen, mi ugyan ilyesmit nem terjesztettünk elő, de az ügyészség egy kicsit átkomponálta a feljelentést, illetve a kivizsgálási kérelmünket, és ők ugye hamis magánokirat felhasználásának vétsége gyanúját állapították meg, és ennek kapcsán rendelték el a nyomozást. Na most hamis magánokiratként ugye elvileg az lett volna, amit ugye Pásztor Attila a szakértői díjjegyzékként kiállított. Na most ez így önmagában számomra kicsit furcsa, tehát hogy hamis magánokirat, minden egyéb. Tehát ugye mi egész más címen gondolkoztunk, nem ezen a címen, ezt nem mi találtuk ki, ezt a hatóság találta ki. Ugye mi nyilvánvalóan szakértői díjakkal való manipulációból kezdtünk kiindulni, illetve hát az ezzel kapcsolatban hozható esetleges BTK tényállásokból. De történetesen ezt mi nem vettük bele, mindegy, nem érdekes. A vizsgálatban tehát azt kellett vizsgálni, hogy azok a bizonyos szakértői díjjegyzékek, azok valós adatokat tartalmaznak-e. Na most egyébként már most megmondom, hogy valójában az én megközelítésemben ez értelmezhetetlen a hamis magánokirat fogalma. Mert ugye a hamis magánokirat és általában hamis közokirat és olyasmi, amiben valamilyen tényt valótlanul vezetnek bele. Na most, ha tehát mondjuk Pásztor Attila olyan vizsgálatot tett volna bele ebbe a díjjegyzékbe mondjuk elszámolás alapjaként, amit ő nem végzett el. Tehát mondjuk azt mondta volna, hogy mit tudom, rosárteszt, és ehhez képest kiderül, hogy nem volt rosárteszt. Na akkor lenne hamis magánokirat. De hogyha elvégez egy rosár tesztet, és utána nem azt írja melléje, hogy 5000 forint a vizsgálat, hanem azt, hogy 20000, akkor ez szerintem nem a hamis magánokirat kérdése. Tehát az, hogy milyen díjat tesz az egyébként ténylegesen megtörtént vizsgálati cselekmény mögé, az szerintem semmiképpen sem az okirathamisítás fogalma alá tartozik, de mindegy, hát a nagyeszű rendőrök ugye ebbe vitték bele. No, a lényege azonban ez volt, tehát az általunk sérelmezett tényállás az ez volt, hogy egyszerűen egyrészt olyan dolgokat számol el, amit nem lehet elszámolni, de hogy félre ne értsenek, ez nem azt jelenti, hogy el nem végzett dolgokat számol el, hanem azt jelenti, hogy a törvény által egy csomagba berakott fix díjas csomagot, azon túl, hogy elszámolja fixben, egyben, azon túl külön elszámolja még részletekre lebontva valami óradíjban. Ugyanazt tehát lényegében két címen. Na ezt nem lehet, szerintünk, de hát ugye Pécsen lehet. Hangsúlyozom, már lassan sehol, de Pécsen igen. Na kérem szépen, a rövid lényege, teljesen mindegy, hogy mit kavartak itt a rendőrök, az a lényege, hogy megszüntették a nyomozást. Tessék megnézni, itt van, majd ezt PDF-ben le is tölthetik ugye a videó alatt egy linkből, ahogy a vele szembeni panaszt is. Ezt azért röviden ismertetném, hogy ennek mi a lényege. Hát az egész ott kezdődik, ugye, és ezt ennek tükrében kell végig gondolni, hogy ez itt a pécsi rendőrkapitányság. Tehát az a rendőrkapitányság, akinek első és egyetlen klinikai szakpszichológus szakértője, az Pásztor Attila.
Tehát több évtizedes, ugye, mondjuk úgy, hogy munkakapcsolat köti őket Pásztor Attilához. És akinek ők pontosan ugyanúgy elolvasás nélkül és ellenőrzés nélkül és a rendelettel való összevetés nélkül minden esetben forintra kiutalták azt, amit ő kimutatott. Tehát ugyanabban ludasak voltak, amiben egyébként a bíróság is. Ők maguk ugyanezt csinálják, és utána kivizsgálják tulajdonképpen azt a pásztorféle tevékenységet, amit ők maguk is legalizáltak, amihez ők maguk is hozzájárultak, és ők fogják kivizsgálni. Most gondolom, tetszenek érteni, miről van szó. Tehát itt a pécsi rendőrkapitányságnak azonnal kizárási kérelmet kellett volna előterjeszteni, már onnantól kezdve, hogy kérem szépen, mi szoros munkakapcsolatban állunk ezzel az úrral, mi tőlünk elfogadatlan vizsgálat nem várható. Na de ahhoz, hogy ezt megtegyék, az egy tisztességes kapitányságnak kellene lenni. Csak a pécsiek nem tisztességes kapitányság, ők úgy gondolták, hogy ezt az ügyet el kell szépen söpörni. Nem ám, hogy majd még valamelyik másik, aki esetleg nem elfogult, meg nem ismeri, meg mit tudom, aki nincs benne a dologban, nem majd mi. No, hát itt kezdődik. És aztán innentől kezdve már jön a magyarázkodás. Én nagyon röviden ismertetném, hogy tulajdonképpen miről szól ez a döntés. No, kérem szépen, ugye azt már tudják, hogy mi miért tettünk kifogást, mit panaszolunk, és kérem szépen nézzük meg, hogy mi a válasz. Azt mondja, hogy az igazságügyi szakértő kirendelése esetén büntető és polgári ügyben díjigényét a 3/1986, ugye február 21-i ilyen rendelet, és a többi a PP ilyen és ilyen paragrafusai alapján ugye terjeszti elő, és ennek a rendeletnek megfelelően állapítják meg. És a következőt mondja. A rendelet, tehát most nem mondom mindig a számát, tehát a rendelet második paragrafus, második bekezdés kivételes munkadíj alkalmazásának lehetőségei között említi az egyéb fontos okból indokolt címszót. Kérem szépen, a konkrét tartalmát ennek a kirendelő hatóság határozza meg. Hát mondom, micsoda? Az egyéb okot. Hát hogyan? Tehát akkor előbb elszámolja a szakértő, és miután már elszámolta, akkor majd a hatóság meghatározza, hogy mi a egyéb fontos indok. De a szakértő ezt valahonnan előre tudta, mert már bekalkulálta. Nem? Aranyos. Ez a rendőr logika. Na most azt mondja, hogy az általános gyakorlat szerint általában akkor engedélyezik a kivételes munkadíj alkalmazását, tehát értem itt a két és feles szorzóktól, stb. Ha sok szemét kell vizsgálni, sok vagy átlagosnál bonyolultabb is a megválaszolandó kérdés, vagy speciális, a szokásos gyakorlaton túlmutató vizsgálatra van szükség. Na most itt néhány dologra menjünk rá rögtön az elején. Az egyik, az, hogy sok személyt kell vizsgálni, az semmilyen kivételes munkadíjra nem ad okot. Ott a munkadíj magasabb lesz értelemszerűen, mert ugye több személyről van szó. Tehát ugye a vizsgálatnál azt az 5000 forintos tarifát a személyenként kell érteni. Hát értelemszerűen, hogyha egy személy, akkor 5000, ha 6 személy, akkor 30000. Tehát ott világos, hogy nyilván a személyek száma nő, akkor a díj is fog változni, de a díj alapja, tehát a vizsgálati díj az nem. Tehát nem az lesz, hogy akkor azt mondom, kérem, hogyha egy embert kell vizsgálni, akkor 5000 forint a munkadíj emberenként, ha meg 6 embert kell vizsgálni, akkor meg 12500 forint emberenként, és azt szorzom meg 6-tal. Na jó, tehát azért mondom, hogy ebből a kis trükkből próbálnak kiindulni, hát ez azt tudják, amire Kóbácsi azt mondaná, hogy ügyes, határozottan ügyes. Ugye? De még egyszer mondom, tehát ez, hogy több embert kell vizsgálni, semmilyen kivételes munkadíjra nem. Nyilván több lesz a pénz, mert több emberről szól, de az alapja, aminek alapján ugye emberenként számoljuk a díjat, az nem fog változni attól, hogy több ember van. Tehát ez hülyeség. Ilyen gyakorlat soha nem volt. Aztán a többi, ami jön, hogy ugye azt mondja, hogy kérem szépen, hogyha átlagosnál bonyolultabb a megválaszolandó kérdés, vagy speciális ugye, vizsgálatra van szükség, stb. Ez meg végképp nem a különleges vagy egyéb fontosokhoz tartozik, azért, mert ez benne van magában a második paragrafus második bekezdésében külön nevesítetten. Ugye? A bonyolult szakkérdés, illetve a többiek. Tehát ez nem oda tartozik. Semmi köze hozzá. De majd mindjárt rátérünk erre is. No kérem szépen, de a lényeg, hogy a hatóság majd megmondja, hogy miért indokolt magasabbat számolni, miután a szakértő már magasabbat számol, de ő nem tudta, hogy miért. Hát nem aranyos. Na mondom, ez a rendőr agy. Erre nem tudunk más mondani. Aztán jön a többi, azt mondja, hogy
megállapította a bíróság, hogy milyen díjegyzék alapján számolta el a szakértő ezeket az összegeket, és most nagyon röviden elmondom a többit, azt mondja, hogy ha a bíróság a díjigényét elfogadta és megállapította, tehát ha a bíróság a díjigényét elfogadta és megállapította, akkor akár a 3/1286-os IM rendelet alapján megállapított munkadíj többszörösét is elszámolhatja. Tehát most tetszik érteni? Tehát ha a bíróság miután megállapította, akkor a szakértő akár a rendeletben megállapított munkadíj többszörösét is elszámolhatja. Tehát itt megint a rendőr agy. Hát elnézést, először a szakértő nyújtja be a díjegyzéket, ő számolja el, és arra bólint rá a bíróság, vagy nem bólint rá. Itt meg az van, hogy miután már a bíróság megállapította, tehát mint hogyha a bíróság állapítaná meg, és akkor majd ha a bíró megállapítja, akkor a szakértő elszámolja. Hát komolyan mondom, tehát a bolondok házában ilyen mondatokat nem lehet elolvasni. Értik? De ami a legszebb, ugye, hogy azt mondja, és itt most az elvre menjünk rá, mindegy, hogy mekkora hülyeség az egész mondat úgy, ahogy van, de csak azt mondjuk, és ez az elv, hogy azt mondja, hogy akkor a rendeletben megállapított munkadíj többszörösét is elszámolhatja. Majd utána azt mondja, hogy ez alapján polgári peres eljárásban pszichológus szakértő elszámolhat akár gyermek, akár felnőtt vizsgálatás során 2,5-szeres, vagy ezt meghaladó szorzót is. Na most, kezicsókolom. A rendelet konkrétan azt mondja, ez a bizonyos második paragrafus második bekezdés, hogy megfelelő feltételek teljesülése esetén, ami egyébként egy gyermekpszichológiai vagy felnőttpszichológiai családjogi ügyben történt vizsgálatnál fogalmilag kizárt, tehát ott egyik feltétel sem állhat fenn. De ebben azt mondja, hogy ha olyan típusú vizsgálatról van szó, és ez nem a pszichológusi vizsgálat, mert ugye ott az egész ugye rendelet az nem csak pszichológus vizsgálatról szól, mindenféle szakértőről. Vannak olyan szakértések, amelyeknél ez realitás lehet, de pszichológusnál nem. Na mindegy. A lényege, hogy ugye ott egyértelművé teszi, hogy a megemelt munkadíj felső határa, így fogalmaz a jogszabály, az 2,5-szeres lehet. És erre mit ír le ez a fantasztikus rendőr, hogy akár a 2,5-szeres szorzót meghaladó szorzó is lehet. Na most kérem szépen, akkor azért legyünk már olyan pofátlanok, hogy nevezzük nevén, hogy ezt kikírják le. Jó? És tegyük ki a szégyen táblára, mert odavalók. Az ügy előadóját úgy hívják, hogy Kecskeméti Adrien, címzetes rendőr őrnagy. Ugye a címzetesről már tudjuk, hogy micsoda, tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy olyan osztálytól bukott le, ahol az osztályvezető valami biztonságot csinálhatott, és ugye ilyenkor a rendőrségnél az a szabály, hogy az egész osztályt felszámolják. Tehát nem csak azt, aki a biztonságot elkövette, hanem az egész osztályt, mert az a biztos, és utána ilyenkor a magasabb munkakörben, magasabb ranggal rendelkező személyeket visszaosztják valami olyan munkakörbe, ami az őrmesternek is elég lenne lenni, de a címüket megtarthatják. Tehát a rangjukat, hogy pontos legyek, és hát ilyenkor nevezik őket címzetes őrnagynak, mert ugye ez a munkához valóban nem kéne őrnagy, elég lenne akár egy, szerintem talán még zászlós is. Na mindegy. Tehát ez egy bizonyos rendőr őrnagy. Aki pedig aláírja, az a pécsi bűnügyi osztály, illetve vizsgálati osztály vezetője, dr. Hantai Katalin rendőr alezredes. Tehát ő is egy rendőr főtiszt. Ráadásul doktor, tehát ő jogi szakvizsgával is rendelkezik. És mit írtak alá? Most tessék fogockodni. Hogy teljesen mindegy, hogy milyen alapon, hogy bíróság által, vagy bárhogy. De lényeg az, hogy a szakértő a 2,5-szeres szorzót is meghaladó magasabb szorzót számolhat, ha akar, és illetve a rendeletben megállapított munkadíj többszörösét is elszámolhatja. Mit írnak itt le ezek a rendőrök? Azt, hogy a jogszabály nem kötelező. Ezt írják le. Tehát van egy kógens jogszabály, egy rendelet, az pontosan leírja, hogy az igazságügyi szakértés során, kirendelés alapján működő igazságügyi szakértés során, mire, mennyit lehet elszámolni. És azt is, hogy esetleg a különleges esetekben maximum mekkora szorzószámot lehet alkalmazni. És erre mit írnak ezek le? Hogy az ebben meghatározott összeg többszörösét is jogszerűen el lehet számolni, és a 2,5-szeres meghaladó szorzószámot is lehet alkalmazni. Tehát magyarán szóval a törvény nem kötelező, a törvényt Pásztor Attila Pécsen fölülírhatja, a törvényt, kérem szépen, dr. Hantai Katalin rendőr alezredes, és Kecskeméti Adrien címzetes rendőr őrnagy leszarhatja,
Mert Pécsen vagyunk. Pécsen, ugye, amiről tudjuk jól, hogy ugye a bolsevik szisztéma, rendszer második legnagyobb fellegvára. Ahol a korrupció az már vezérlő elv. Nem üldözendő cselekmény, dehogy. Az központi rendszerező elv. Na mert ahol egy rendőrtiszt leírja azt, egy ráadásul főtiszt, nem is egy-kettő, hogy a jogszabály nem kötelező, hogy a rendelet ugyan azt mondja, de annak a többszörösét is számolhatjuk, mert méne, hogy a rendelet ugyan azt mondja, hogy maximum a felső határ 2,5, de ennél lehet több is szerintünk, hát ott hol tartunk? Tehát egy rendőr, egy nyomozó és egy vizsgálati osztály vezetője leírja, hogy a jogszabály Magyarországon nem kötelező. Mert ezek ezt írták le. Na most, drága kedves Kecskeméti Adrien, te kis aranyos, cukipofa. Meg te még drágább Hantai Katalin rendőr alezredes, aki még elvileg jogi diplomát is szereztél valahol. Hidd el nekem, most így szólok hozzád. Tegező hangnemben, mert te egyszerűen erre vagy, hogy is mondjam, jogosult. Ennél többre nem. Csodálkoztok, hogy miért nincs tekintélyetek, meg miért nincs tisztelet. Hát ezért. Mert nem érdemeltek sem tiszteletet, semmit. Ezzel a tudással nem lehet tiszteletet kiváltani. Ezzel a munkával nem lehet tiszteletet kiváltani. Maximum tegezést. Ami egyben a véleményüket is kifejezi. Na most, ha hiszitek, ha nem. Két aranyos kis rendőrnéni. Az alaptörvény ercik második bekezdése azt mondja, hogy a jogszabályok Magyarországon mindenkire kötelezőek. És ha hiszed, ha nem, nem tesz olyan különbséget az alaptörvény, hogy ez csak Budapesten van, meg Debrecenben, meg mondjuk Mátészalkán, de Pécs ez alól kivétel. Mert nektek, pécsieknek nem kötelező. Sőt, azt sem mondja, hogy konkrétan Kecskeméti Adrien címzetes rendőrőrnagy, vagy konkrétan dr. Hantai Katalin rendőralezredes, ez alól kivétel. Tehát, hogy ő nekik nem kötelező, ő rájuk nem kötelező a törvény. Ahogy ha hisszük, hanem azt sem mondja, hogy mondjuk Pásztor Attilára nem kötelező a törvény. Bizony, sőt, azt sem, hogy a bírókra nem kötelező, és mi tudjuk, éppen ő rájuk leginkább kötelező. Pont a jogalkalmazók azok, akikre a leginkább kötelező a törvény, akiknek példát kell mutatni a törvény tiszteletből. De ti rendőrként leírjátok, hogy igaz ugyan, hogy a jogalkotó azt mondja, hogy ennyi, de ez nekünk nem érdekes. Lehet ezt többnek is számolni, miért nem? Nem kötelező ránk nézve a jogszabály. Most tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim és látogatóim, és persze kedves Kecskeméti Adrienke, és Hantai Katika, ha hiszitek, ha nem, hogyha kicsit nyugatabbra vagyunk, úgynevezett jogállami demokráciában, akkor ez a határozat, amit itt leírtatok, ez az utolsó határozat lenne, amit ti bárhol leírhattok. Tehát abban a pillanatban, még azon a napon tőlünk is én nyugatabbra titeket felfüggesztenétek, fegyelmi elé állítanának, és eltávolítanának a rendőrség, mint rendvédelmi szerv kötelékéből. Hogy miért? Nem értitek, ugye? Sőt, a végén még talán azáig is eljutok, hogy hát nem gondolkodtunk, mielőtt leírtuk ezt a marhaságot. Az a baj, hogy nektek gondolkodni kell, mielőtt leírtok egy marhaságot, és ha már leírtátok, akkor még először el kell olvasni, mielőtt kiadjuk. És alaposan végig gondolni biztos, hogy így kiadhatjuk a kezünkből. Mégpedig azért, mert amit egy rendőr kiad a kezéből, hasonlóképpen ugye egy bíróítélet, ez nyilván nem olyan súlya, de bizonyos értelemben hasonlóan, ott nem csak az ügy érdekeltjeinek szóló konkrét álláspontot fejez ki egy konkrét ügyel kapcsolatban, hanem egyfajta üzenetet is hordoz. Na most ez az üzenet, ez azt hordozza, hogy le lehet szarni Magyarországon a törvényt. Tehát gyerekek, ne foglalkozzatok vele, hogy mit ér elő a jogszabály, lehet, az smafú, az nem érdekes. Ti rendőr létetekre itt ezt írtátok le. Na most, ha egy rendőr ilyesmit leír, akkor ott udvariasan közölni kell vele, hogy igen, valóban, hát lehet hibázni, mindenki hibázhat, csak nem a rendőrség kötelékén belül. Tehát onnantól kezdve el kell távozni. Mert hogyha egy rendőr megteszi azt, hogy rendőr létére ekkorát hibázik, hogy leírja egy határozatban, hogy a jogszabályt nem kell betartani, akkor kérem szépen legközelebb mondjuk egy másik városban, ami mondjuk nem Pécs, hanem egy jogtisztelő város. Jogtisztelő hatóságokkal. Ha mondjuk ott nehogy Isten egy tisztességes, normális rendőr felelősségre akar majd vonni bárkit, mert az nem tartotta be a jogszabályokat, akkor az a bárki ezt fogja itt lobogtatni, hogy de hát gyerekek, hát itt van, hát itt mondta egy rendőr őrnagy, meg egy rendőr alezredes, hát így írja alá, hogy nem kötelező jogszabály, hát akkor miért akartok ti igen felelősségre vonni? Hát ez a veszélyessége annak a tevékenységnek,
amit ez a két kiváló rendőr itt ebben az esetben produkált. Hogy mintát szolgáltat azoknak, akik a jogszabályokat nem akarják betartani. Feljogosítja őket lényegében arra, hogy nem kötelező. Az más kérdés, hogy persze ezek a határozatok senkit nem befolyásolhatnak. Tehát azért hiába fogja ezt valaki lobogtatni, ettől még egy tisztességes város, tisztességes rendőrsége, és imád be fogják érte kasztizni. Vagy most ugye nyilván egy felengzős kifejezést használtam, de nem fog elmaradni a büntetőjogi felelősségre vonása, hogyha azzal próbál védekezni, hogy hát van nekem egy ilyen határozat a kezem, mert akkor én ennek alapján nem. Mert sajnos ugye azt mondja a jogalkotó, ezt mind tudjuk, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya az nem mentesít a jogkövetkezmények alól, és ez arra is vonatkozik, hogyha uram bocsá, rossz forrást választottunk, és nem megfelelő információ forrásunk van. Mert az ember gondolja meg, hogy kire hallgat és kire nem. Tehát, ugye hát az más kérdés, hogy általában, hogyha az ember jogi kérdésekről beszél, akkor talán a rendőr az utolsó, akit érdemesebben megkérdezni. Na de, hát mint látjuk azért itt az egyik, a kettejük közül az doktor, tehát az még jogász is. És mégis képes ekkora hülyeséget leírni, hogy a jogszabályt nem kell betartani. Ugye a jogszabály azt mondja, hogy 2,5 a maximum, de ez lehet több is, szerintünk. Mi ne? A jogszabály azt mondja, hogy ennyi, de nem számít, annak a többszörösét is el lehet számolni. Hát ilyen egy gyönyörű, csodálatos és nagyszerű rendőri végzés Pécsen. A pécsi rendőrkapitányságon. Ismételem, hogy ne felejtsük el a neveket, Kecskeméti Adrián címletes rendőrőrnagy, mint ügyintéző, és dr. Hantai Katalin rendőrölezredes, mint ugye a vizsgálati osztály vezetője, akik ezt kiadják így a kezükből. No, kérem szépen, nagyon röviden, úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a legegyszerűbb az, hogyha a pécsi járási ügyészséghez címzett panaszunkat, illetve hivatalból történő felülvizsgálatot kezdeményező iratunkat, hogy hozzávetőlegesen nem is teljes körben, de felolvasom itt önöknek. Ugye elsődlegesen azoknak, akik arra érnek rá, hogy így esetleges munka mellett hallgatják az én előadásomat szavakban, de mondjuk már nem biztos, hogy ráérnek arra, hogy letöltsék a dokumentumot és végigolvassák. Csak azért, mert ugye ez is letölthető lesz, tehát el lehet majd olvasni, pontosan, részletesen, és föl is lehet használni azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek. No, kérem szépen, tehát csak a lényegét fogom mondani. Ennek már egy részét itt azért így hevenyészet formában mondtam önöknek, úgyhogy ezeket a részeket majd kihagyom. No, kérem szépen, a kérés az az, hogy helyezzék hatályon kívül ezt a határozatot, a nyomozás folytatását rendeljék el, majd a pécsi rendőrkapitányság kizárását kérjük a további eljárásból, valamint Kecskeméti Adrián címzetes rendőrőrnagy és dr. Hantai Katalin rendőrölezredes fegyelmi felelősségre vonását is kérjük. Egyrészt a kizárási ok elhallgatása miatt, másrészt ugye azon határozatba belefoglalt tartalma szerint lényegében az alkotmányos rendel, illetve kötelezettségekkel szembeni nyílt támadás, kvázi lázításokán, amit ugye ezelőbb mondtam önöknek, amikor azt mondják, hogy nem kötelező a jogszabály. Mert ugye ez az alkotmányos rendel szembeni, hát úgy mondjam, agitálás, vagy nem tudom, minek mondnak. Ugye durván fogalmazok, ha azt mondom, hogy lázítás, mert igazából ők nem akartak itt lázítani semmit, egyszerűen csak leírtak egy ekkora marhaságot, ami viszont tartalmában erre vonatkozik. Ennyi a probléma vele. Ugye, és hát ténylegesen meg alkalmas arra valóban, hogy lázítson az alkotmányos rend ellen, mert az emberkék, akik majd hajlamosak nem betartani a törvényt, veszik a kezükbe és mutogatják, hogy itt írták le, hogy nem kötelező, hát akkor miért tartsam én be, hogyha ők maguk azt mondják, hogy nem kell betartani. Tehát ennek értelmében mondtam azt, hogy ilyesminek fegyelmi következménye kell, hogy legyen. Egy normális rendőrkapitányság ilyenkor ezt a két embert eltávolítja a rendőrség kötelékéből. Nem is annyira személyes okokból, mint inkább példastatuálásnak. Tehát azért, mert ezt a rendőrséget nem lehet megengedni. És hogyha erre egy ennyi a válasz, akkor még legközelebb ugyanez fog történni. Hogyha hoznak egy döntést, hogy na, igen, ilyet leírták, kiadtad a kezedből, végig gondoltad, nem? Szervusz. És onnantól kezdve a következő majd meg fogja gondolni, mit ad ki a kezéből. No, tehát ez a kérésünk. Hát most szkeptikusak vagyunk abban a kérdésben, hogy minek fognak ebből helyt adni, de mi így látjuk indokoltnak. Most a következő, tehát egy részletes indoklás. Ugye a pécsi rendőrkapitányság konkrétan a jelenügy előadója, illetve a határozat aláírója átlagosan heti rendszerességgel rendeli ki a feljelentéssel érintett Pásztor Attila szakértőt az egyes nyomozások során. Sőt, ismereteink szerint talán rajta kívül nem is rendelnek ki más szakértőt. Zárójelben már persze, ha a klinikai és mentálhigiéniás szakpszichológia területére tartozó szakkérdésről beszélünk. Mert egyébként nyilván más típusú szakértők vannak, de ebben a körben csak őt rendelik ki.
A pécsi rendőrkapitányság tehát sok éves szoros munkakapcsolatban áll a feljelentettel, amiről az ügy előadója és a határozat aláírója egyaránt tudomással bír. Ez az e körben abszolút következetes eljárási gyakorlatban kizárási oknak minősül, amit az ügy előadója, és persze az osztályvezető is köteles lett volna jelezni a kapitányság vezetője felé, aki azután köteles lett volna a kapitányság a kizárását kérni az eljárásból az elfogultság látszatától is mentes eljárás érdekében. Azután aztán arról már a Baranya megyei rendőrfőkapitányság vezetője bűnügyi helyettesének tisztelet volna dönteni, hogy a Baranya megyei csókosrendszer ismeretében kéri az ORFK-tól a főkapitányság kizárását is, avagy csak a pécsi kapitányságra tekinti érvényesnek a jelzett kizárási okot, és a megyei területén jelöl ki egy olyan másik kapitányságot, amelyik nem állt és jelenleg sem áll munkakapcsolatban Pásztor Attilával. Másrészt tényszerűen bizonyítható, hogy a pécsi rendőrkapitányságon az ügy előadója és a határozat aláírója maga is megszámláthatatlan esetben legalizált a feljelentés tárgyát képezőkhöz hasonló, súlyosan törvénysértő, ugye álláspontunk szerint, súlyosan törvénysértő díjjegyzékeket, és gazdagította a törvényben meg nem engedett összegekkel a szakértőt, azaz ebből kifolyólag személyes érintettségük okán sem járhatott volna el a jelen ügyben egyikük sem, hiszen saját maguk is ugyanabban a cipőben járnak, mint amit a feljelentésben sérelmezünk. Ez pedig különösen nyilvánvaló annak ismeretében, hogy az ügy előadója és a határozat aláírója mindkettő főtiszti rendfokozattal, az egyikük pedig ezt meghaladóan jogi szakvizsgával is rendelkezik, odáig jut a szerecsenmosdatásban, hogy nyíltan tagadja a törvény kötelező voltát. Kijelenti, hogy a törvényben foglaltaktól Pásztor Attila eltérhet, és persze, így ez a két kiváló főtiszt is megteheti ugyanezt. Eltérhet a 3/1986 második 21-i ilyen rendeletben foglalt díjszabástól, akár a két és felett meghaladó annál magasabb szorzót is alkalmazhat. Ezzel a két jó madár, hivatalos személyek, egy rendvédelmi szerv magasrangban lévő tisztviselői nyíltan tagadják az alaptörvény ercik második bekezdésében foglalt alapposztulátumot, miszerint a törvények mindenkire kötelezőek. Lényegében azt foglalják határozatba, hogy a törvények nem feltétlenül kötelezőek, azoktól legalábbis Pécsen el lehet térni a szakértőknek és a rendőröknek, a bíróknak egyaránt. És mit tagadás, ezt meg is teszik. Ez a kijelentés tőlük kicsit nyugatabbra, úgynevezett jogállami demokráciákban önmagában a két magasrangú rendőr azonnali felfüggesztését, fegyelmi felelősségre vonását, majd eltávolítását vonna maga után a rendőrség kötelékéből. Megengedhetetlen, hogy egy rendőr a törvények be nem tartásának elfogadhatóságát akár csak lehetőségként is felvesse, hiszen ezzel akarva vagy akaratlanul az alkotmányos renddel szemben lázít, idézőjelben, azt üzeni az állampolgároknak, hogy nem feltétlenül kötelesek betartani a törvényt. Egy ilyen, idézőjelben üzenet, azután nem nehéz megjósolni, hogy hová vezet, hogy kik fogják később lobogtatni, amikor netán Magyarország bármely más, Pécsen kívüli, az alaptörvény tiszteletben tartó térségében a hatóságok felelősségre kívánnának vonni valakit a törvények átlépése miatt. No, érdemi rész. Hatályos eljárási törvénnyel ellentétes módon, például a kizárási ok elhallgatásával keletkezett bizonyítékokat és döntéseket a büntetőeljárás egyetlen szakaszában sem lehet figyelembe venni, érdemben értékelni, vizsgálni. Ennek okán elsődlegesen érdemi vizsgálat nélkül kell az általunk sérelmezett határozatot hatályon kívül helyezni, hiszen azt olyan hatóság hozta, amellyel szemben kizárási ok állt és áll fenn, vagyis nem járhatott volna el az ügyben. Másodlagosan nyilván érdemben vizsgálva sem juthatnánk más eredményre. Egy olyan határozatot, amelynek az elején az olvasható, hogy még csupán dilettáns megállapítások olvashatóak, de a határozat végére már eljut odáig a határozathozó, hogy a vonatkozó IM rendelet korlátait akár át is lehet lépni, a jogalkotó kógens rendelkezése nem kötelező a szakértőre, illetve a díjmegállapítási végzéseket hozó jogalkalmazókra. Érdemben is nyilvánvalóan hatályon kívül kell helyezni, hiszen a benne foglaltak nem egyszerűen tévesek, de még csak nem is szimplán jogszabálysértőek, hanem kifejezetten alaptörvényellenesek. Alaptörvényellenes megállapítások érdemi vizsgálata nyilván nem lehet szükséges, normális embereknek nem szükséges magyarázni, hogy a törvények kötelezőek, azoktól eltérni, az azokban foglaltaknál magasabb összegeket, magasabb szorzószámokat használni nem lehet. Ami viszont a határozat elején olvasható csupán dilettáns megállapításokat illeti, az ezekben foglaltakat röviden a következőkkel cáfoljuk. A határozott a rendelet második paragrafus második bekezdésének azon idézőjelben gumicsontjára hivatkozva próbálja mostatni a szerecsent,
miszerint a munkadíj felemelése egyéb fontosokból is lehetséges, majd ezt az egyéb fontosokot aként határozza meg, hogy ha sok szemét kell vizsgálni, sok vagy az átlagosnál bonyolultabb a megválaszolandó kérdés, vagy speciális, a szokásos gyakorlaton túlmutató vizsgálatra van szükség. Már itt is jól látható a csúsztatás, ugyanis a munkadíj sok személy vizsgálata esetén nyilvánvalóan magasabb lesz, annyiszor hány szeméről van szó, de a számításának az alapja még véletlenül sem emelhető meg ilyen okból. A további két hivatkozás viszont semmiképp sem az egyéb fontosok fogalma alá tartozik, ezeket ugyanis konkrétan nevesíti a második paragrafus második bekezdése, az egyéb fontosok, tehát nyilván ezektől eltérő ok lehet csak. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló ilyen és ilyen rendelet, stb. Az alaptörvény ercik második bekezdésére tekintettel mindenkire nézve kötelező. Még akkor is, ha ezt Kecskeméti Adrien és dr. Hantai Katalin főtisztek a pécsi rendőrkapitányságon másként gondolják. A rendelet második paragrafusa szerint a szakértő részére az egyes számú mellékletben meghatározott munkadíjat kell megállapítani. Most, hogy ott mi mennyi, azt számtalanszor elmondtam önöknek, de azért majd kitérek rá. A második bekezdés, tehát amiről most szó van, amire ők hivatkoznak, azt mondja, hogy kivételes esetben az egyes számú mellékletben meghatározottnál magasabb összegű munkadíj is megállapítható, és most jönnek a feltételek, ha a szakértő tevékenysége hosszabb tudományos vizsgálódást igényel, a szakértő egyesített szakvéleményt ad, a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot a kirendelés szerint hétvégén ünnepnapon vagy 18 óra és 06 között, tehát éjjel kell végezni, vagy ha a munkadíj felemelése egyéb fontosokból indokolt. A kivételes munkadíj felső határa az alapdíj 2,5-szerese lehet. Tehát nem lehet több, kedves rendőrnénik. Ha hiszik, ha nem. Nem. Ez a maximum. Itt mondja a jogalkotó. No. Van még egy 8. paragrafus 3. bekezdése is, amire itt most nem hivatkoznak, de ez még odaadható, tehát ha a szakértő más szakértő által adott szakvélemény értékelését is magába foglaló szakvéleményt ad, akkor visszautalnak a második paragrafus második bekezdésére, tehát tulajdonképpen azt kibővítik ezzel a lehetőséggel, hogy akkor is ugye magasabb tarifákkal lehet számolni. Na most nézzük meg a hivatalos mellékletet. Ugye a 21-es pont, amit szoktam mindig mondani, azt mondja, hogy pszichológus szakértői vizsgálat, vélemény személyenként tesztvizsgálatokkal együtt 5000 forint. Tehát itt kezdődik a lényeg, hogy a teljes vizsgálat mindenestül úgy, ahogy van, szakértői vélemény előterjesztésével együtt, cakumpak fejenként 5000 forint. Tehát nincs olyasmi, hogy utána a vizsgálatból én a teszteket kiveszem, és azokat külön óradíjjal számolom el, meg bármi egyéb, mint ez egy rendszeres trükk, ugye Pásztor Attilánál is, meg láttunk már másoknál is hasonlót, nincs. Ebbe a teljes vizsgálat tesztekkel, az értékeléssel, mindennel és a vélemény elkészítésével együtt benne van. Lehet, hogy kevés, de a jogszabály ezt mondja. És tetszik, nem tetszik. Lehet, hogy Pécsen a jogszabály nem kötelező, de az ország összes további részében Pécset meghaladóan bizony kötelező. No. Aztán a 91-es pont mondja azt, hogy a szakértői tevékenység tárgyaláson kívül, stb. Tehát itt most az irattanulmányozásra utalok, a 4000 forint óránként. Kész. Nem több, nem kevesebb. Abban még a felemelt munkadíjjal sem lehet variálni, mert ugye éppen ott szoktam mondani, hogy az nem ott jelentkezik. Tehát, hogyha bonyolult a feladat, akkor ott az irattanulmányozás időtartalma fog változni, és azért lesz magasabb a díj, mert akkor ott nem 4 óra lesz, hanem mondjuk 24. De az alapösszege, az óránkénti 4000, az nem fog változni. Hát már elnézést, hogyha bonyolult ügy van, vagy hogyha egyszerű, akkor nekem más munkát jelent az olvasás. Akkor nehezebben olvasok, vagy miről beszélünk? Ez ugye törvényi kommentár is jelzi, hogy ez a vizsgálati eljárásra egyébre vonatkozó munkadíjnak a felemelését lehet, nem azt, hogy én nagy több pénzért fogok olvasni. És aztán még ugye többet is ráadásul, tehát megint duplán veszem figyelembe ugyanazt. Magasabb alapdíjjal és még többet is mennyiségében. No, utána vannak még itt mellékes tételek, ezt most nem olvasom fel, mert nem rabolom vele az időt, fölösleges. De itt jön az, hogy általános elvillel kell most a következőket rögzíteni ezekkel a kitételekkel kapcsolatban. Mert itt össze-vissza hamukázik ugye a két rendőr. Hamukázik, lehet, hogy csak nem tudják. Tehát itt rendőrről van szó, ott minden elképzelhető. Tehát a hosszabb tudományos vizsgálódást igényel kitétel az azt jelenti, hogy nem szokványos területről és nem szokványos kérdésekről van szó, nincsenek használható sablonok, típustesztek, értékelési standardok. Ez olyan kirendeléseket jelent, amikor a szakkérdés egyedi, általában egyszeri, amilyen korábban még nem fordult elő. Ugye? És nagy valószínűséggel nem is fog előfordulni. Hát könnyű elgondolni, hogy egy családjogi perben a szakkérdés, meg általában a feltett kérdések, azok típus kérdések. Tehát ott ilyesmi nem lehet.
tehát fel sem merülhet. Következő, a szakértő egyesített szakvéleményt ad. Ez a kitétel ugye azt jelenti, hogy társszakértőt vett igénybe, általában pszichológusnál ugye ez egy pszichiáter szokott lenni, és utána ő terjeszti elő a kettejük egyesített szakvéleményét. Ez nagyon egyszerű dolog. Volt társszakértő vagy nem? Ha nem volt, akkor nincs egyesített szakvélemény. Kész. Azt mondja, végezetül a szakértő más szakértő által adott szakvélemény értékelését is magába foglaló szakértői véleményt ad. Itt is teljesen tiszta, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy a kirendelésben egyértelműen benne van, hogy egy korábbi szakvéleményt is vizsgálnia kell. Ezt csak azért mondom, mert ha a kirendelésben ez nincs benne, akkor nem igazán teheti meg, mert még etikai vétség is lenne a részéről. Hogy elkezd mondjuk egy másik szakértőnek a véleményével szkanderezni vagy ütköztetni. Ha ezzel bízzák meg, akkor igen, ha nem, akkor nem. Na most, hadd ne mondjam, ilyen se volt. Legalábbis nem tudunk róla, hogy lett volna. No kérem szépen, ugye van egy másik kitétel, az viszont abszolút kitétel, abszolút kitétel. Tehát ugye a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot kirendelés szerinti hétvégén, ünnepnapon vagy 18 és 06 között, ez ugye világos. Hát ugye vagy nem. Tehát valamiért éjszaka vagy mit tudom, munkaidőn kívül kell elvégezni. Ez megint nem a pszichológusi vizsgálatok kérdése. Ott olyanok, ahol mit tudom, egy nyombiztosításnál azonnal kell valamit csinálni egy bűncselekménynél, egy gyilkosságnál, egy akárminél. Ez egy egészen más terület. Tehát ez családjogban kizárt. Végül az egyéb fontosok egyedi, különleges esetekben jöhet szóba, ami gyakorlatilag családjogi viták kapcsán történő kirendelés esetén fogalmilag kizárt. Ilyen hivatkozás családjogi perben kirendelt szakértőtől soha még nem hangzott el. Hozzáteszük, hogy egyébként Pásztor Attila sem mondott még ilyet soha. Tehát ilyesmire nem hivatkozott. Ami azonban lényeges, ezt a levegőbe kiáltani és úgy is hagyni, azt nem lehet. Ha ilyen egyéb ok valóban fennáll, akkor azt a szakértőnek és a díjmegállapító végzést hozó személynek is pontosan meg kell határoznia és ki kell fejtenie. Tehát nem úgy van, hogy egyéb okból fölemeltem. Akkor pontosan le kell írni, mi az az ok. Most hadd ne mondjam, hogy ilyen nem volt soha, de mondom, ezt még ilyen nem is hivatkozott pásztorul se. Ezt csak ők kitalálják, mert kinyugban nem tudnak mást mondani. Jól látható tehát, hogy a világosan meghatározott tételekről van szó, amelyben az egyetlen mozgástér az írott tanulmányozás óraszáma. Ezt én mondtam már önöknek, az összes többi exakt dolog. Tehát van egyszer a vizsgálat szakvélemények készítésével, tesztekkel, mindenestül. Az fejenként 5000 forint, tehát vizsgált emberenként, mindenestül, ha tetszik, ha nem, mert ezt írja elő a jogalkotó, és van egyszer az írott tanulmányozás, ami meg óránként 4000 forint. Tehát ez az alap. Ebből a kettőből áll össze. És erre már utána a többi az matematikai művelet, hogy mit tudom én, általány, meg egyéb, meg stb. Azok szorzószámok, meg áfa, meg egyebek. De ez a két alaptétel. Meg van még egy-kettő, amit én föl is sorolok itt, ilyen mit tudom én, szakvélemény leírása oldalanként 300 forint, meg hasonlók, de ezek már, hogy is mondjam, nem komoly volumenű tételek ugye az egészhez képest. Ugye, tehát ebből áll össze. No kérem szépen, és akkor elemzem, hogy hogy is áll ez ugye Pásztor Attilánál. Tehát mit kifogásolunk? Pásztor Attila az általunk eddig megismert díjjegyzékeiből a következő látható világos. Pásztor Attila esetében. Ugye az egyes számú melléklet 21-es pontjában meghatározott 5000 forintos tételt a második paragrafus második bekezdés szerinti szorzóval számolja, 12.500 forintra emeli fel, tehát két és feles szorzóval számolva, anélkül, hogy az itt megjelölt feltételek bármelyike is kimutatható lenne. Ő maga se jelöli meg, hogy melyik feltétel az, aminek alapján ő ezt a szorzószámot használja, de nem is derül ki. Tehát ugye szó nincsen speciális kérdésről, olyanról, ami magasabb vizsgálódást igényel, egyesített szakvéleményről, másik szakértő véleményének elemzéséről, bármi egyébről, vagy éjszakai munkáról, vagy munkaszüneti napon, semmi ilyen. Tehát egyetlen feltétel nincs ott, de ő sem jelöli meg. Na most, hogyha ő szorzószámot alkalmaz, akkor minimum meg kell jelölni, hogy minek alapján. De nem azt kell neki megjelölni, hogy annak alapján, hogy ott van egy olyan szorzószámot is alkalmazhatok, hanem hogy ott az abban rögzített, melyik feltétel áll fönn jelenleg. Én egyetlen egy Pásztor Attila féle szakvéleményben sem láttam megjelölve, hogy minek alapján emeli fel az 5000 forintot 12.500-ra. Megmondom önöknek annak alapján, hogy tudja, hogy szarik rá a bíróság, a rendőrség, meg mindenki. Aláírják. Jó az úgy. A következő szintén gyakorta tapasztalható, hogy az egyes számú melléklet 21-es pontjában meghatározott 5000 forintos tételt szétbontja, és ennek egyes részemelemeit, tehát például tesztértékelés, elemzés, exploráció, véleménykészítés, önálló tételként külön óradíjjal még egyszer elszámolja.
Holott mindez egyértelműen már benne van ebben a 21-es pontban, és az abban meghatározott 5000 forintos tételben, ezeket tehát még egyszer, azaz duplán elszámolni nem lehet. Ugye? Ez tipikus, erre egyébként ki se tér a rendőrségi határozat, hogy most uram bocsá, hogy lehet az, hogy ott még elszámolunk olyan tételt is, ami nincs. Csak azzal foglalkoznak, hogy lehet szorzószámot alkalmazni. De az arról már szó nincs a rendőrségi határozatban, hogy de mondjuk mi van ott, amikor a tétel se stimmel. Tehát amikor, hogy mire lehet elszámolni. Mert itt csak azzal foglalkozik, hogy mennyit, de hogy mire, az már meg se jelenik a határozatban. És végül ugye még egy pontot jelölünk, azt, hogy szintén szokásos módszer nála, hogy a 4000 forintos irattanulmányozásra ő 8000 forintot számol el, beszorozza. Miközben mondom, hogy ugyan a jogszabály ebben a kérdésben ugye összemossa a két dolgot, de a kommentárból világosan kiderül, hogy a szorzószámot azt irattanulmányozásnál nem lehet alkalmazni. Mint egy logikus is, hát éppen ezt mondom, hogy az irattanulmányozás az, hogy én olvasom a lapokat. Hát az nyilvánvalóan teljesen független attól, hogy bonyolult az ügy, vagy nem. Olvasási nehézségem nem lesz több, sem így, sem úgy. Az így is 4000, úgy is. Az más kérdés, hogy majd többet fogok dolgozni, meg többet olvasok. És azt a 4000-et nyilván nagyobb óraszámmal fogom megszorozni. Na de nem az, hogy egyrészt fölemelem 8-ra, és aztán meg még magasabb óraszámmal is szorzom, és így lesz belőle mondjuk 5-szörös összeg a végén. Nem. No kérem szépen, ugye a további részletekkel már szerintem különösebben nem érdemes foglalkoznunk. Még egy tételt emelek ki ugye rendőrségi hivatkozásból, hogy végezetül a határozat azon hivatkozása, hogy amennyiben a bíróság elfogadta a díjegyzéket, akkor az törvényes, azzal rendben van minden, ugyancsak nyilvánvalóan nem foghat helyt. Ugye az eljárási törvény szerint ugyanis a nyomozóhatóság önállóan ítéli meg az eseteket, ebben más hatóság vagy bíróság döntése nem köti. Ez van. Másrészt a bíróság pontosan ugyanúgy hozza meg a díj megállapító végzéseit, mint a jelen ügyben kizárási ok ellenére eljárt pécsi rendőrkapitányság. Megnézik, hogy a szakértő mennyit számolt ki, és azt kiutalni rendelik. Fogalmazunk úgy, hogy bizalommal, mert hogy egyetlen egy példa nem volt még arra Pécsen, hogy akár a bíróság, akár a rendőrség, akár csak bele is olvasson a díjegyzék részleteibe. Az pedig még a gondolat szintjén felvetni is eretnekség lenne Pécsen, hogy esetleg elővegyék a rendeletet, és a díjegyzéket netán összevessék az abban foglaltakkal. A tényleges gyakorlat tehát legalábbis Pécsen az, hogy a szakértő akármit és akármire számol is el, azt a bíróság és a rendőrség is egyaránt látatlanban, vizsgálat nélkül fogadja el, és utalják ki a szakértőnek. No, hát kérem szépen, lehet majd erről sok mindent mondani. Van benne, hogy így átszaladtam egy-két apró gépelési hiba, hát ezt nézzék el nekem, rengeteg munkám van mostanában, úgymond. Megtörténhet ilyesmi is. No, hozzá fognak jutni a teljes anyaghoz, tehát még egyszer mondom, ugye ezt látni fogják írásban, mind a rendőri határozatot, ami tényleg hát egyszerűen kétségbejtő, tehát ugye a pikantériája az az, hogy a rendőr ugye kimondja, hogy a jogszabály az nem kötelező, attól el lehet térni, tehát ugye Pécsen nem vonatkozik az alaptörvény hercég második bekezdése senkire, ez csak más út, tehát Pécs az egy ilyen sziget ebben az országban, ott nem kell. Más út igen, de nekik Pécsen nem. Hát igen, sajnos erre nehéz mit mondani, szóval Pécsen az a posztkommunizmus, ami még, hát Istenem nyugosztalja, Némai Toller László nevéhez fűződik, és talán az ő eredményei közé is kezd sorolni, de ezt most nem akarom váltani szegényt, mert ő már nincs köztünk. De egy bizonyos, hogy az, ami akkor kialakult, ez a mai napig is érződik. Tehát azért ez a tipikus, klasszikus bolsevik elképzelés, hogy elnézést, szarunk a jogszabályra, szarunk az alaptörvényre, bármire, mi igazi jó bolsik, mi azt csinálunk, amit akarunk. És ez sajnos átitatta a rendőrséget, a bíróságot, a törvényszéket, és hát akkor teljesen természetesen az összes többi vonalat, és a szakértőket, mi mindent. Csak az emberek szenvednek tőle. A pécsiek is. Hát tisztelt barátaim, köszönöm, hogy meghallgattak.